hogy ahogy itt dolgoztok. Igen, itt dolgozunk. Szevasztok! Sok-sok világ megváltó ötlet itt születik. És hányan vagytok itt? Hát hatan körülbelül, néha kicsit többen változik a szám, és nagyon sokan segítenek minket önkéntesként. És tulajdonképpen te mit csináltok? Tehát a tudatos vásárláshoz tartozó koncepcióknak próbáltok valami fajta testet adni, hogy ne csak egy gondolat legyen, hanem meg is valósuljon? Igen, igyekszünk segíteni abban, hogy az emberek környezetileg és társadalmilag is tudatosan tudjanak vásárolni, és nem csak beszélünk erről, hanem a gyakorlatban is segítjük őket, és egyébként a közösségi mezőgazdálkodás programunk is így született meg, hiszen az élelmiszer az egy nagyon fontos dolog mindannyiunknak, és gondolkodtunk azon, hogy mi az a módszer, ami a legjobb lenne tudatos vásárlóként, és mi az, ami segíti a gazdákat is, és akkor ezt találtuk. Ó, hát számos kérdésem van, csak ne zavarjuk itt a többieket, még mehetünk arra egy kört. Van egy jó kis kertetek? Igen, szerintem ott jobban tudunk majd beszélgetni. Közösségi gazdaság a legjobb forma szerintetek jelenleg? Igen, mi azt látjuk, ez egy nagyon nehéz forma, hogyha valaki még nem ismeri, tehát szokták azt mondani, hogy ez nagyon nagy elköteleződés, mert ezek úgy működnek, hogy van egy biogazdaság, és csatlakoznak hozzá családok egy egész évre, és aláírják azt egy szerződésben, hogy ők egész évben azt a gazdaságot fogják támogatni, általány díjat fizetnek még hozzá havonta, és cserébe hetente megkapják a gazdaság terményeit. Most ugye van ez az AMAP rendszer, az francia eredetileg, de van más országoknak is hasonló rendszere. Ez is egy nyugati találmány? Ez egyébként japánból ered, ezt sokan nem tudják, hogy tejkeinek hívják, és japán háziasszonyok álltak össze, mert hogy akartak gazdáktól közvetlenül vásárolni, és onnan származtatjuk. Európában egyébként Németország és Svájc az első ország, ahol ezek létrejöttek a 70-es évek környékén, tehát ott már nagyon nagy történelemmel rendelkeznek ezek a gazdaságok, és azért Franciaországot szoktuk kiemelni, mert ott viszont már majdnem 2000 ilyen gazdaság van, tehát náluk nagyon elindult a rendszer, mert ott ez egyféle állampolgári szerepvállalás is, hogy ők a helyi gazdát támogatják, és sokaknak ez egy fontos dolog, hogy csatlakoznak egy ilyen gazdához. És Magyarországon mi a helyzet? Mi hol tartunk ebben? Hát még nem tartunk az 1000-es számnál, nagyjából ilyen 20 körül vannak ezek a gazdaságok. 20 közösségi gazdaság van? Igen. Folyton indulnak. Egyébként főleg 2009 óta indult be a növekedés, előtte is volt egy-kettő, és azóta ők is továbbadják a tudást, és mi pedig a Tudatos Vásárlók Egyesületénél képzéseket szervezzünk azoknak, akik érdeklődnek. Ez egy életforma, ez egy... Igen, igen, pontosan, és sokaknak ez először nehéz, de egyébként bele lehet jönni, meg sokan nagyon szeretik, hogy ismerik a gazdát, ki tudnak hozzá menni, rendszeresen vannak ugye az átadások, megismerik a többi tagot, tehát hogy ez egy ilyen közösségi esemény is lesz maga a vásárlás. Yeah.